Az erdőben túrázok éppen. Célom, hogy elérjem a legendákkal övezett Molnár-szikla csúcsát, és megnézem a keresztet, illetve megcsodáljam a kilátást, ami onnan elméletileg majd a szemem elé fog tárulni. Egyelőre még az út elején tartok, kicsit fárasztó az út. Nehezíti, hogy különböző ilyen akadályok hevernek itt az ösvényen keresztül, kidőlt fák, és ott egy fa lebeg a levegőben, mert hogy nincsen alja, a törzs viszont magasra felnyúlik, kicsit félelmetes. Nagyjából úgy utam felén járhatok éppen, de már gyönyörű hegyek csodálatos kilátást biztosítanak már most is. Sikerült teljesítenem a küldetést, ott látható a Molnár-szikla. Már csak egy kicsit lejjebb kéne mennem, ugyanis egy kicsit túllőttem a célon és magasabbra jöttem a kelleténél, de most megpróbálom megközelíteni. Itt állunk a Molnár-sziklánál, pontosan a kereszt tövében. Jelenleg tudomásunk szerint három legenda is kering itt a keresztről, illetve a szikláról. A legelterjedtebb szerint a Molnárnak a lánya beleszeretett egy parasztlegénybe, és a Molnár ellenezte ezt a szerelmet, ezért a pár innen a szikláról a mélyben vetette magát, és hát az ő emléküket őrzi ez a kereszt. Ez a legnépszerűbb verzió. Létezik egy másik is, miszerint a V. Molnár feleségül vett egy fiatal leányzót, és a leányzó szeretőt tartott a fiatal parasztlegény személyében, és amikor a Molnár ezt megtudta, bánatában a mélybe vetette magát, és az ő emlékére állították a keresztet. És létezik egy harmadik verzió is, ami szerint pedig a parasztlegény reménytelenül szerelmes volt a Molnárnébe, viszont a Molnárné kigúnyolta őt, nem fogadta a szerelmét, és a parasztlegény reménytelenségében vetette magát a mélybe. És az ő emlékét őrzi a kereszt. Bizonyíték nincsen rá, hogy melyik a valódi, illetve a háromból tényleg megtörtént-e bármelyik is, de ettől olyan titokzatos, ettől olyan misztikus, hogy miért is lehet itt a kereszt. És eszméletlenül gyönyörű a táj. Jó messzire, kilométerekre el lehet látni innen. Kicsit fárasztó az út, és elég meredek a szikla, de csak állok és nézem ezt a gyönyörű tájat. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.